Ez már nem. Te adnál, Mr. Shutdown? Hey, figyelj, tehát nyilván, hogyha annyit keresnék, mint Michael Jordan, hát akkor nem nagyon érdekelne. Tehát, hogy ha van miből aprítani, akkor belefér. Tehát, hogy nem az. Most jelenleg a büdzsébe nem fér bele. Egy jó 200 ezeres Lego. Mennyi? Annyi, körülbelül 200, nem? Intrót. Mi van az intróval? De már nehogy intrózzunk már. Ha épp nem lennék munkakerülő, még be is... Na, Mr. Shandam, nem. De nagyon nagy király vagy, így is amúgy... De tényleg. A lényeg, hogy itt vagytok, tudjátok. Nézitek a streamet, aktívak vagytok. That's the biggest support. That's the biggest support. Ha már terjesztitek az igét, és jönnek új követők, hát az meg még nagyobb durva. Várjatok, mert kicsit lemaradtam a lapozásba. Ja nem maradtam. Tök jó vagyok. Tök mokás, hogy a pajzsos bagoly csőrén van egy Lego darab, olyan, mintha meg akarná enni. Ja, hogy itt? Az tényleg vicces. Szia, Móki! És közben Wolf Laca, nagyon szépen köszönöm a Mr. Shutdown-nak ajándékozott feliratkozást, pörgessétek a hype-okat, és itt van Móki. Hello. Mesélj, Móki, mi a helyzet? Képzeld el, Móki, tegnap ki lettél választva a Darkest Dungeon-be, úgyhogy már rólad is elneveződött egy karakter. Én meg elveszítettem a fonalat, hogy hol járok. Ja, de látom, hogy hol járok. Mit kaptál? Segítség? Te nem okkultistát vagy, de? Nem. Fejvadászt. Ha nem Jester, nevezd át. Szerintem fejvadász volt, vagy nem tudom. Nem emlékszem már 100%-ig, kicsit összemosultak a dolgok. Mondtam, hogy Jestert szeretne rokon. Lélek, melyik a Jester? Szép estét mindenkinek egyébként, szia Wolf Laca, hello. Ja, hogy a Bard? Az mondjuk rohadt jó karakter, igen. Az egy rohadt jó karakter. Na yes, azt mondja, hogy... A fő stressz healer. Jó az a játék amúgy nagyon. Na az lenne a másik, amit... arra viszont nem sajnálnám a pénzt, hogy összejön majd, az még idén tervben van. Hogy megveszem a társas játékot, és így hasonló ilyen setupba kifestjük a figurákat. Úristen, de rohadt menő lenne. Úristen, de menő lenne. Csak rohadt drága az a társas játék is amúgy. Tehát, hogy a társas játék az $200-$250, vagy valahogy így. És akkor még a festékek, meg az egyéb hülyeségek. Mondjuk valamennyit tudok, lehet segítséget kérni, de nyilván azért ez nem úgy van, hogy figyelj, hogy használjon már nem az összes festékedet, mert amúgy tök poén lenne. Ilyet amúgy sem csinálunk. Ja igen, itt meg ezt megfordítom közben. De rohadt jó. Társas játék. Az 55k. Ja. Hát az... Maradjunk annyiból, hogy... Azért az... nem kevéske. Hát várjál már. Majdnem rosszul raktam. Jézusom.
Igen, ide a fehér, és van egy szürke. Az itt van. Na és mi a helyzet, Móki? Mesélj nekünk. Kipihented-e a esti adást? Felkészülsz lassan a következőre? Éppen ebéd, vacsora, kávé, mit tudom én, mi, valami folyik. Mi folyik? A víz. Fürdőbe. Szia 995, Inx. Hello, hello. A tegnapit nehéz, nemrég jöttem haza a családozásból. A tegnapit miért nehéz? Hát 10 év volt, nem? Nem jutottál a végére? Vagy nem tudom, utoljára, amikor néztem, azt mondom, Callisto protokoll perget. Kész is a gyerkőz fogalmazása, remélem, erre is 5-öst kapok. Te írtad a gyerkőz fogalmazását? Hát ez micsoda? Hát mi micsoda? Közben köszönöm a követést is. 995 Inks. Nézd meg! Megírja a gyerkőz fogalmazását. Ez az igen. Na. Igen, ezt így összeraktam, ez el van fordítva, és akkor ide így felhelyezzük. Így? Így. Igen. A kis cheater. Callisto befejezés volt, elfogyott a skuló a második két fejűnél. Másfél órát szívtam vele, nem működött a nehézség visszafelé hardcore-ról. Hát igen, amúgy tök... abba az a játék egy bosszantó játék, olyan szempontból, hogy bosszús a fejlesztőkre az ember. És nem amiatt, mert... Tehát mert hogy látni benne a morzsáját annak, hogy ebből valami nagyon klasszis lehetett volna. Tehát valami szórakoztató, valami szupi, hogy így mondjam, és hát nem az lett. észszerűtlen döntéseket hoztak. Tehát én anno, amikor végigjátszottuk, az egyik mondat, amit mondtam, hogy nyilván kettős dolog, de hogy én megcsináltam volna azt, hogy lehet, hogy nem egy hollywoodi színészt kérek föl főszereplőnek, aki valószínűleg nem egy basic salary-t kért. Tehát, hogy nyilván marketing szempontjából meg azt mondani, hogy oké, ez a színész játszik benne, tök jó. Közben Dominik, ha minden igaz, hello, hello, és köszi a követést. Szóval, hogy én arra most egy általános akárkit is föl lehet kérni, hogy egy közepes színész, idézőjelben a közepest, mármint, hogy értsétek úgy, hogy büdzsé szempontjából, és esetleg több marad akkor másra, mondjuk mechanikák csiszolására, meg hasonló. Én azon csodálkozom, hogy a tesztelők nem szóltak, hogy haló, ez így nem lesz jó. Lehet, hogy szóltak, csak legyintettek rá. Jó kérdés ez. Ezt így raktam, lapozunk. Pup! Razer, hát hello! 1000 éve valóban, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hát azt a feliratkozásost, hát köszönöm szépen. Pörgessük meg a hype-okat 1000 éve látott kollégának. Igen, ezt amúgy megépítettem, úgyhogy egy pillanatra ezt levesszük, és akkor jön a következő elem. Szóval engem az bosszantott ebben a játékban, hogy láttam benne, hogy ebből, meg hát nyilván ismerjük, hogy amúgy ezek a fejlesztők, ha van idő, pénz és odafigyelés, meg nem tudom, akkor hát akkor láttuk, hogy a Dead Space-t meg tudják csinálni, meg tudnak egy olyat csinálni, mint a Dead Space volt annak idején, ugye? De az is egy jó kérdés, hogy visszakérdezzünk, hogy ma, persze most a remake kijött, és tök jó volt, és minden szerette. Én is szerettem. Nagyon-nagyon klassz volt a remake, de ma elége játékmechanikailag egy olyan játék, mint az. Mert szerintem nem. Tehát, hogy egy idő után az kevéske lesz. De ezek közül minden rendelkezésre állt, ez látszott a játékon. Igen, tehát amúgy ki, ahogy kinéz a milieu, a feeling, az atmoszféra, a hangok, azok amúgy tökre rendben vannak. És nekem nem volt problémám vele.
Az, hogy milyen állapotban jött ki a játék, arról megint ne beszéljünk. Tehát amúgy ez meg mostanában egy hatalmas rákfenéje, tényleg, hogy ilyen félkész állapotban adunk ki játékokat, mert már ki kell adni, meg kell a pénz, meg meg Covid miatt ennyit csúszunk, meg Covid miatt ilyen állapot, meg... Na mindegy. Nem bántom én a fejlesztőket, csak meg tökre értem, de játékmenetben is bugok, a játék hozza, a klisés sztori, és sorolhatnám. Igen, tényleg elég klisés volt. Közben Wolf Laca, nagyon szépen köszönöm az újabb subgiftet, bocsánat, Boci számára. Köszönöm szépen a támogatást, és pörgessétek meg a hype-okat, hát nagyot mentek ma is, hát itt ilyen. Ha mindjárt, de mondjuk nem írtak. Miért nem írja ki, hogy mindjárt hype vonat? Hát lassan hype vonat lesz. Ezt meg nekem föl kell helyezni a lábikójára. Na várjatok, ez nem olyan egyszerű. Azaz, siker. Alakul a molekula. Nagyon jó. Upp. Írta? Neked írta? Nekem most írja ki. És most már pörög is. Lord Féri, nagyon szépen köszönöm a Mókinak ajándékozott szubot. Pörgessétek Mókinak a hype-okat. Peregjen, és hát pereg a hype vonat is. És az én kezem is peregjen, nem csak a szám. Építés. Építsed ma! Jó? Építsed? Bocsánat, de innom kell közben. Milyen kellemes bakelit sercegés volt hallható. Ó, de jó. Ó, igen. Ez jó volt. Egy kis sercegést hallhattunk csak itt. Csak önöknek. Intézve. Na. Így. Igen. 157-es lépésnél járunk. Elképesztő. Ott vagyunk már. Kész van már. Sör. Nyitva van már, Nixi. Azt a sörrel mi van? Leja. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 100-as csírt. Köszi szépen. Hát micsoda hype vonatazás. Hogy írja? Hájöp! Már egy órája iszod? Mármint hanyadikat? Egyet iszol egy órája? Te jó Isten! Hát megmelegszik, megposhad, nem szabad. Hát tempó, tempó. Annál nincsen rosszabb, amikor meleg a sör. Jó. Jó. Azt ne. Az borzasztó. Állítólag. Mi simán iszunk, később jön a vedelés. Ja. Cső Harlem, Mizu. Lurkoltál eddig, vagy most érkeztél? Kimegy a szénsav. Hát na, az meg a másik. Jó, Jézus Mária. Jesszum, Pepi. Hát most megijedtem, ez most sikerült. Gyávanyúl, köszönöm szépen. A 100-as csírt neked is. Oda kértem jegyet, ahol a jó társaság ül. Hát ez az. Ez az. És közben... LP Mike, nagyon-nagyon szépen köszönöm a harmadik hónapot. Hadd szóljon az a vonat, holnap Nessai simogató alkalmával lesz lehetőség bújtatott Martin simogatót is tartani. Ez a rendezvény Nessairól szól. Ott leszek, de hogy mennyire lehet majd velem találkozni, az egy másik kérdés, mert én munkába vagyok ott. Szóval, ha úgy alakul, majd a végén, de lehet. Közben Jézus Máriám, Veldurf, Cicmic, köszönöm szépen a csíreket, köszönöm szépen. Na, bedobom én is. Hát, hogy bedobta? De, ja, úgyhogy ezt így inkább elmondom, vagy inkább így azért jegyezzük meg, hogy ez a rendezvény nem Martinról szól, kismértékben sem, hanem ez a rendezvény holnap a Császár Pingvinről szól, úgyhogy őt tessék majd jól megsimogatni. Megint dolgozik. Én mindig. Most amint van meló, én dolgozok. És most van meló. Hát ne tudjátok meg, olyan boldog vagyok, hogy van meló.
Nekem nem azzal van sosem a problémám, amikor dolgozni kell, hanem amikor mondjuk nem akarják megfizetni, azt például nem szeretem. Vagy amikor nincs, azt nagyon nem szeretem. Fusztrál, hogyha nincsen meló. Na hát azért az be... Na, szóval, hogy az durva lenne, mert durva. Te bírnád, ha rólad szólna? Messze vagyok én attól, még szerintem, hogy egy ilyen rendezvény rólam szólna, rólam szóljon. Mindennek megvan az ideje. Remélhetőleg itt egyszer majd a közösség olyan szintre, hogy mondjuk, hát nem is ekkora, de az első lépést majd megtesszük. Szerintem én majd szeretnék idén-nyáron csinálni közösségtalit, úgyhogy majd mi akkor majd az nyilván kisebben, és akkor csinálunk egy ilyen összeröffenést, és lehet majd dumcsizni, meg hasonlók. De azért ez nyilván ez a rendezvénysorozat, azért ez egy nagyobb falat. De ahhoz kell egy olyan közösség, egy olyan bázis, akik meg nyilván egy olyan tartalomgyártó is, aki miatt elmennek ennyien. Mert azért egy mozit mondjuk megtölteni emberekkel azért az nem olyan. Nem az idő volt a kérdés, hanem hogy bírnád-e az ilyesmit. Amúgy igen. Nem zárkózok el én ilyentől, sőt. Csak nyilván, mint ahogy mondtam, lépésenként kell haladni ebbe is. De figyú már, ki kéne festeni itt. Mármit ezt nekem mondod? Én festek. Én az előző albérletemet úgy adtam vissza, de ezt tudjátok, hogy kifestettem. Én kifestek. Hát most figyelj, mi nincsen, megbeszéljük. Nagyon drágán. Extra felár. Hát én festek is, érted? Úgy kell, nem érted a hengerrel. Beszarsz. Nagyon durva lesz. Ha nem is én, van rá emberem, ez meg a másik. Jó Istenem! Köszönöm szépen közben a hype vonatozást. Köszönöm. Jár a taps mindenkinek, csak itt a robot, és nem... Nem látom a... Nem látom a stream decket, hogy mit nyomok. Na azt mondja, hogy ott tartunk, hogy 165-ös lépés. Ilyenkor szomorodom el, hogy kíváncsi nekem egy utazás, egy idegen város, pedig annyi ilyen rendezvényre elhúzna a szívem. Nincs ebbe semmi, de emiatt nem kell szomorodni, mert mint hogy persze tökre megértem, hogy emiatt egy kicsit szomorú vagy, de rá magadat megerőltetni, hogyha neked ez nem egy olyan dolog, hogy szívesen bevállalod, akkor az nem jó. Hogyha te nem szeretsz utazni, ez olyan, hogy valaki meg, ha otthon ül, azt nem bírja, és neki mindenképp mennie kell valahova, vagy mit tudom én, mint mások vagyunk. Ha te nem szeretsz utazni, akkor nem, tehát hogy nem kell semmit sem kötelező. Na mindegy, értette. Whoop. Igen, azt mondja, kell egyszer egy... Hát jó, csak na érted. Én is értem. Mindennyian értjük, Nixi. Mindenki érti. Inni kell rá, ez a lénye. Na, nem szabad. Micsoda tanácsok ezek, te jóisten. Na várjam, elromlott. Hogy? Nem romlott te mégse, nem? Igen. Igen. Jó. Aha.
kétszer, mondom kétszer, yes. Nem jó van, nem jó, ide. Nem, nem így. Tévedéses, így kell odarakni. Majdnem megint elrontottam, hát ilyet. De szerencsére nem. Igen, és akkor most megépítjük ide a másik oldalára is. Egyszer. Egy, kettő. Igen, ezt így megépíted, és oda elhelyezed, hogy nagyon jó. És ugye milyen jó, hogy ezt nem raktam véletlen a másikra, mert hogy ide kell. Bezony. Szia Blind, várjál, Build Mandodó, úristen, belebuktam, elnézést, Buildman, értem, na, hello, bocsánat, mi készül amúgy, már ott is van a parancs, amit sunyiba ott lehet látni, ott így. Igen, hol tartunk? Ott, hogy ezt elfelejtettem oda tenni. Igen, az is megvan, az meg az megvan, és akkor kettő darab. Ilyen kell, egyik ide, másik a másik oldalra. Elvileg. És lapozunk. Ja, hogy most jön, igen, a három pöckös. Egy pöckös egyes. Két pöckös egyes. Öröm! Pöckös egyes. Szuper. Kezdek éhes lenni, ti nem vagytok éhesek? Ja, hogy ti esztek közben. Úgy könnyű. De majd mindjárt itt lehet, hogy itt oldalról valamit beharapok. Jaj, ne oda, nem oda, nem jó. Áú. Előbb ez. Yes. A sör elnyomja az éjséget. Nagy taktik. Az igen. Úgy. Három darab pöcök. Igen. Plac, és akkor a hátára ide kell még a 176-os lépés. Igen, azt mondja, hogy ez egy kettő darab ilyen. Erre. Csuda jó. Vigyázz, repül. Igen, és akkor ezt. Le fog esni.
Ezt ide kell elhelyeznünk. Elvileg. És gyakorlatilag is. Igen, és akkor most jön az a trükk, hogy ezt így megfogod. És fölteszed. Nagyon-nagyon alakul. Adnék szívesen borsó levest, Martin, de ahhoz meg kéne erőltetnem magam. Jaj, nem kérek. Van itt nekem. Van itt nekem ilyen süti. Jó, kinyitom. Nyam-nyam. Azt mondja, sütije van. És hát sütije van, behalsz. Hát ez ilyen penny süti. Te jól lak sütivel? De hogy is? De arra jó, hogy... hogy így... érted. Tompítsa. A dolgokat. Van nem messze innen tőlem egy sütiző. Még Harley-k ajánlották egyszer. Aztán amikor úgy van, és általában úgy van, ugye? Akkor és így megkívánok ilyen rendes, finom süteményt, akkor onnan oda szoktam menni, és ott szoktam menni. Hú, olyan rohadt jók vannak. De tényleg. Jó, azt mondja, hogy ezt föl kéne tennünk. Egyszer ide. Meg egyszer. Nekem is van sütis 5 percre tőlem. Na, az tök jó. A fagyjuk is zseniál. Úristen, az a fagyi ott nagyon jó. Az ott túl jó. Az a fagyi az nagyon-nagyon jó. Már várom, hogy szezon legyen, és megnyissák a fagyis részt, mert az nagyon jó az a fagyi. Kisráz. Júj. Akarok fagyit. Fagyi. Igen, és ezt még egyszer meg kell építenünk. Így. Várja, mert most valamit elrontottam. Ez két ugyanolyan. Gyakorlatilag is. Jaj! Majdnem elejtettem. És akkor... oda kell föltenni. Alakul. Juhi! Nagyon jó.
Siófokon sütizőről szerintem Siófokon van sütizőből szerintem van egy nagyon durva hely. Hát több felé is van az országban, nagyon-nagyon jó. És elvileg akkor, hölgyeim és uraim, még nem vagyunk kész, majdnem nyomtam egy taps gépet, de még ne. Még nyugodjál meg, mert itt valamit át kell szúrni. Ugye kettő darab van. És ezt... Ja, hogy így az egészen. Aha, hát persze. Persze. Teljesen normális, persze. Ezt most kell, ugye? Sikerült elvileg. Ide kellett be helyezni. Au, au. Velem minden szuper, látom röpke 4 év alatt sok minden változott. Hajjaj, az biztos. De meg vagyok, köszönöm szépen. Van kérdésem, bíró úr. Szerintem ezen egy kicsit itt korrigálok, hogy normálisan legyen, és ne álljon el. Aha, mindjárt jobb. Ez a szupi. Jó, és akkor most lapozunk egyet, és akkor még el kell helyeznünk a csavartot, amiből 2 van, és azt a belső oldalon, tehát ezt át kell nyomnom teljesen. És ezt most nem látjátok, ne haragudjatok, de itt... Várjál? Nem, a fejétől nem látjátok. De hogy át... Oda. Igen, és akkor a másiknál meg... Úgy. Az egérpadról még nagyon limitált darabszám van, aha, gondoltam, hogy nincsen sok. Hát figyelj. Várjatok, meg igazítok, hogy szépen meglegyenek az elemek, ez az. Nagyon jó. Igen, és akkor jéj, a 3-as zacskó kész! Jó, ezeket odaibb rakni. 4-es! Konkrétan egyet már intézek Nixinek, meg azon kívül van egy wow! Az igen. Ennyi. Halló. Na most nem ASMR-kedünk, jó? Haladjunk. Hogy állunk időben? Mennyi az idő? 3:47 van. Ó, oh. Oké. Okay. Ez azért lesz jó tudni. Rá kell kapcsolni, gyerekek, ez az gyors tempóba. Gyerünk, nyitod a csomagot, gyerünk. Nyomod. Yes. Azt fogjuk ott megépíteni. Oké. Okay. Az durván néz ki. Hát erre is szok egyje. Nem leje, ez még nem az.
Azaz, hogy de. Igazad van. Mert ugye most nyitottuk a 4-est, és a 4-es, 5-ös, 6-os, ami jön, az már a buksi. Jó, akkor a buksi jön. Buksi. Buksi simi, na gyerünk. Majd írják a cseten, hogy ne csak a szám járjon, hanem a kezem is. Jó. Három darab kell ebből. Azt mondja, ötször. Kétszer. Háromszor. Buksi simi. Az majd a legvégén, ha kész van. Az majd akkor lesz. Végre látni is fog a kis fickó. Jaja. Jaj, bocsánat. Igen. Nem tudom, említettem már nektek, de ez az ötlet, hogy így PDF-ről nézzem én is, ez tök jó. Ez egy nagyon jó ötlet volt. És hova? Ja, hogy ahogy... Aha. Kiváló ötlet volt, mert így mi is látjuk, mit művelsz. Igen, ez volt a cél többek közt. Ugye mondom, anno a Ferrari-s összerakás után visszanézve, meg visszagondolva így jutottam arra, hogy változtatni így érdemes ezen, vagy hogy másképp legyen, hogy profibb legyen. Hát itt most mindenféle megoldások vannak. Nem tudsz improvizálni. Hát nem is akarok, de elrontani sem akarom, így jó, így látjátok ti is, hogy éppen mi történik. Atyaisten, mit rakolta oda? Nem ez, de ez. Azt mondja, meg lehet rágcsálni Martin füleit, ha valamit ront. Na, nem véletlen van a fejhallgató rajtam. Na. Semmi rágcsálásos nincs. Nem. Már csak kb. 100 lépés van hátra, ahogy nézem. Igen, kereken 100 lépés van hátra. Mert 2.87 a vége. Ha jól emlékszem. Ugye néztük, hogy mennyi az annyi. Úgyhogy ja. Kegyetlen jól néz ki az alja már, ahogy így kész van. Nagyon király. Nem fáj az. De hogy nem. Igen, és akkor van egy darab ilyen nagyon fura szürkelem. Ez az. Látjátok, hogy mit mond az órám? Lehet, hogy fejjel lefelé van, de... Már megint zaklad. Ideje aludni, az se rossz. Ideje felállni, azt mondja. Kelje már föl, mit ülsz egész nap? Én a Saturn 5-öt is PDF-fel raktam össze, sokkal kényelmesebb volt pakolni. Az is egy jó szett. Amúgy ezek a űrhajósos meg izék, azok nagyon tetszenek. Azokon még azért még agyalgatok majd, mert azok rohadt jók. Rénék valamit, de még nincs este 10. Tudjuk, Elci, mit írnál te kis honcút, gyere ide! Gyere!
Jó reggelt, aki elaludt. Van egy eladó ISS, Ed. Mennyit engedsz a feléből, ne haragudj, tetyám. Nekem meg pénzem nincsen. Most én megleptem magamat, meg így a chatet, meg így a streamet, meg így a mindent is ezzel a szettel. Ez a elmaradt karácsonyi legózás, ami most van. És karácsonykor tali. Nem már fogadok, hogy élvezi. Amúgy, tudom én. Tudom én. Jó, piros is rajta van, egyel túllóg. Nagyon jó, nagyon jó. Lépés. Jézus, mert én nem tudom, mi történik ott, de meg fog történni. Azt mondja, igen. Igen, megint jön ez a szürke fura elem. Igen. Rárakod az egyen rövidebb izét, nem ezt. Ezt. Egy fekete ilyen izé. Ezek a hivatalos megnevezései, izé, meg genyó. Az a jó, egy idő után megtanulja az ember, hogy amúgy melyik zacskóba melyik elemeket teszik el, és akkor azért nem csinálom ezt a szétválogatást, mert egyrészt nincs olyan rohadt sok elem szerencsére egy-egy zacskóba, tehát nagyjából azért követhető a dolog. Nyilván nem szép, hogy ilyen káoszban van. Majd a következő nagy szett, remélhetőleg egy nagy szett lesz, és akkor majd válogatunk. Na majd erről beszéljünk, Harley, annyi még lehet, hogy belefér. Na de, ott tartunk, hogy én a szürkét, a kettest felraktam oda. Kell egy három szöges verzió ide. Kell egy egyes ide, kell még egy egyes a következő túloldalra, oda, yes, és akkor a háromszöges meg oda. Jó, igen, ez volt a négyes lépés, a 190 per négyes lépés, és akkor tetejére kell kettő darab szürke hármas. Egy. Kettő. Tudjátok, melyik szettet akartam volna még beszerezni, csak már most azt hiszem, az nem kapható. Vagy hát nagyon nehezebb beszerezni. Van egy motorszett. Nem ez az új BMW, hanem még régebb ez a piros Ducati, vagy mi volt az? Az Technic. Szerintem az is tök klassz kis szett. Amikor csináltuk a Ferrarit, utána annyira rohadt jó volt, annyira élveztem azt a Technic összerakást, hogy gondolkoztam rá, hogy azt azonnal be kell szerezni, azt kell, azt hallod, azt kell, ne viccelj. Végül nem vettem meg, de most meg már az már nem gyártott szett, úgyhogy limitált. Kiraktam pár éve, nagyon menő az a moci, ugye? Hát, jó az. Francban, sajnos. Az a baj, hogy van még azért egy kettő szett, amit úgy szívesen összeraknék, és akkor azt, ha ezen végig mennénk, egyrészt egy vagyon, ad egy. Másrésztről meg... Van még hely, ahova lehet pakolni itt a stúdióba, de... Vagy dolgozóba, hívjuk már, hogy is. Ja, nem jó helyen pakolom a... Na, bocsi. De azért, ha azokat mind beszerezném, akkor már úgy szépen lassan megtelne a szoba polcainak a... vagy a szobapolcok. Szobában lévő polcoknak. Fordítva. Így. Tessék, rendezkedek egy kicsit. Ugye azoknak, akik ezt szeretik, annak is kedveskedjünk egy minimálisan. De
fogjuk rá, egy picit közelebb vannak egymáshoz a hasonlóan. Erre gondolsz meg, akkor nem is annyira vészes az ára. Igen, arra gondolok. Az egyáltalán nem, az nem egy nagy szett. A BMW ahhoz képest kb. Dupla annyi, meg dupla annyi, mármint nem árba dupla annyi, mert árba megmondom, négyszer annyi, mert 80 valamennyi, azt hiszem a BMW, ami kijött, a BMW motor, meg az jóval nagyobb. De az a kis Ducati, az a piros, igen, az tök korrekt. No, mehetünk tovább. 192, yes. 4 darab. Ott van az, 1. 2. 3. Hello, hol a negyedik? Ott a negyedik, igen. Oda. Joda. Meg Joda. Ha itt rakom, azt még pont látjátok. Na, az jó. Akkor nem a levegőbe kell összenyomkodni. Na, erre fordíthatom meg. Na, nyugi. Igen, van elvileg ebből 4 darab, valóban van 4 darab, 4, 2, 3, és ott a negyedik, igen, és ezt ide előre szeretné, aha, középre. Nem így, nem jól csinálod, aló, ne vagy már ugva, vagy mi van? Úgy. Szia, Eli Gordon! Hello! Majd, ha befejeztük az egész szetten, akkor szeretnétek, hogy majd megmutassam, mert ugye ezt a telefont tudom mozgatni, szeretnék megmutassam, hogy néz ki a szett, amiben ülök. Amúgy én tényleg nem is mutattam ezt a, vagy használtuk ezt a kamerát. Hello! Lehet, hogy az kellett volna, hogy itt 2 kamera legyen, tehát hogy 3 kamera legyen egyszerre. Szeretnéd, ha megmutatnád? Nem, semmi olyan megmutatás, nem. Na, azt mondja, hogy visszaforgat. Inkább lerakom, mert... Igen, és akkor ezt itt így keresztbe rárakjunk. Legyen 4 kamera egyszer, akkor már igazad van, Jé. Cső, Jé! Mi a helyzet? Hogy vagy? Üdv. Remélem tetszik a setup. Igen, ez ide. Hogy telik a hétvége? Most végeztél a takarítással. Atya úristen, hát akkor remélhetőleg behuppantál a székbe, föltetted a lábadat, és most élvezed ezt a kiváló chill streamet, amit itt tartunk. Jó kis takarítások. Na, igen, azt mondja, hogy a 195-öst megcselekedtük. Várjál, mert valami van, mert most nem akar lépni. Lépjél egyet köz. Szuper. Igen, abból kell 2, abból 1. Jó, megfordítjuk. És akkor ezt a 2-t elkezdjük oda tenni a sarkába. Úgy. Még pár kamera, és a végén az Only F lesz a vége, ott nem fognak szólni a zacsibontás hangjáért.
Nem, nem, oda nem, 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 semmi. Ezt amúgy nem jól raktam. Ezt senki nem sikít. Mert hogy így kell rakni. Édes jóisten azt mondja. Martin, honnan vetted a Legót? Az eredeti Lego oldalról? Nem, ezt a Legót én az Alzába vettem, megmondom teljesen őszintén, de ezt azt hiszem mondtam is ma már a streamben, de nem baj, ismétlés a tudás anyja. Szóval én ott az Alzába vettem, és azért, mert volt most ilyen kínai kopi, jaja, mert hogy volt ilyen 20% kedvezményes történet, és az akkor be lehetett írni egy ilyen kódot, és akkor még egy picit lehetett farigcsálni az árból. Úgyhogy én ott onnan szereztem be. Yes. Igen. Én a kocka áruházon láttam 34-ért, na hát én 27-et fizettem. Most ebben nincsen semmi ízé, vagy nem, remélem nem para, hogy ilyet, ezt így elmondja az ember, vagy nem tudom. Majd mindjárt, úristen! Ja, én, nekem annyi volt, a 20% kedvezménnyel, ugye. De az, mert ugye voltak most ilyen glamour napok, és akkor ilyenkor mindegyik másik ilyen áruház, tudjátok, Media Markt, meg Alza is, meg az összes csinál ilyen mondjátok már ilyen kopi napokat, hogy így mondjam, tehát hogy lemásolják ezt a dolgot, és jaj, várjál, ezt tudom, hogy mit építünk most ide, menj már, de nagyon király, ebben lesznek a stimek, tudjátok, a HP töltő, amit kér a mellékszereplő. Ez de jó, itt így, ez a kis fiókos. De rohadt menő. Csak nem ike be, fordítva, mert hogy... Na nyugi. Mert hogy így ezt fogja majd meg. Aha, és akkor itt lejön majd, aha. Minden tértek, minden világos. Király. Szia Kertex, hello, hello. Gondoltam, a nagy fosztogatás előtt még benézek, üdvözlök minden fiút, lányt és Ponnit. A Pónika kivált képpen. Jó, akkor azt mondja, hogy elvileg ezzel meg vagyunk. Ellenőrzök. Igen, ott megvan, jól helyeztem. Úgy, lépés. Másik oldalra, ugye, ide felrakjuk azt a cuccost. Várj, mert ez rövidebb, ez nem az, ez kell. Na várjatok már. Szürke is kell, yes. Na de hol a fehér ilyen? Ja, ezt, ja, de pont jól látjátok. A ponni kategóriában minden más beletartozik. Meg aki annak érzi magát? Az meg pláne. Aha, megvan, megtaláltam. Hú, fél pillanatra pánik fogadott. Vagy lett rajtam, úrrá. De szerencsére megvan minden. Így. Nagyon jó, és akkor... Ez nem ez kell, sorry. Úgy. Igen, és akkor ezt... Így helyezzük ide. Aha, csak rá kell nyomni rendesen.
Cool. Úgy. Az nem tudom mi az, ami ott készül, de jó lesz. Szuper jó. Kettő darab ilyen fekete. Milyen jó, hogy ezt külön szortíroztam, most egyből tudjuk, hogy itt vannak. Jöp. Na és kinek mi a program még a hétvégére? Nyilván egy-ketteteket tudom, hogy holnap merre mennek. De akik esetlegesen nem oda jönnek, azoknak mi még a holnapra a terv? Nagy pihenések, hatalmas bulizások. Bükki túra 21 km köbben. Wow, az igen! Takarítás, pakolás, szerelés. Az jól hangzik. Füvet vágok. Kőkemény ágyban fekvés. Az igen. Az igen. Az szép. Tanulás, gyakorlás. Wow! És mit tanulsz? Mi lesz most a menü? Nekem a szokásos vasárnapi program, megyünk párom anyukájához, mára meg még van egy kutyasétáltatásom. Enci pedig rajzolni fog. Micsoda jó programok! Majd gondoljatok rám, én majd izzadni fogok, mint a örömlány a templomba. De jó lesz. Izgi, izgi. Oldalra is felrakjuk ezt a feketét. Úgy. Tehát totális szimmetriába megépítettük. Igen, és akkor ide kell a négy darab ilyen cucc. Milyen szép az ujjam. Ja nem, hát nem tudom mennyire látszik, mert széjjel nyomkodtam. Mondjuk ez még nem is annyira durva a kéznek ez a set, mint egy technik. A technik az jóval ember próbáló, vagy emberi újat próbáló. Én megyek a nagynénimhez látogatóba, de jó. Azt akarod, hogy arra gondoljak, hogy izzadsz valahol? Nem, nem ez volt a mondat, de így is lehet értelmezni. Oké, Harlek. Én valami Nessai találkozóra megyek, aztán fogalmam sincs, aztán majd jövök, aztán majd lesz valami. Megyek, aztán majd jövök, és különben meg amúgy izé. Uh-huh. Jó. 205-ös lépés van kész. 206, hölgyeim és uraim. Három darab ilyen izékel. Mi? Nem, egy darab. Csak hármassal van jelölve. Már kezdek megmenni. Stream után megyek egy kört az alfával, meg veszek pár sört, holnap meg főzök. Wow! Menőségesség. Oké, azt mondja, hogy ezt ide, a piros pedig így jön ide, de nem nyomjuk teljesen tövig, hanem itt így ki kell lógnia. Aha, és akkor most fogjuk ezt az egész hóbelebancot, és felhelyezzük ide. Elvileg. És gyakorlatilag is. Csuda jó. Azt mondja, hogy... Hű, na várjál. Ja, látom, hova teszi ide a végébe. Aha. És ráadásul így fordítva. Mhm. Uh-huh.